Centenáriumát ünnepli a Komlói Bányász sportkör labdarúgó szakosztálya. A vasárnapi rendezvény fénypontja az Újpest Weber Györggyel, Egressy Gáborral, Kovács Zoltánnal, Bíró Attillával felálló öreg fiúk csapatának látogatása volt. A lilafehérek a kisműfüves pályán mérkőztek meg a komlóiakkal. A fővárosi legendák szívesen jöttek el a 100 éves jubileumra. Weber György, kétszeres bajnok, Magyar Kupa és Szuperkupa győztes, háromszoros válogatott labdarúgó nagyon készült a barátságos mérkőzésre. A csapatkapitány Kovács Zoltán, magyar bajnok, szuperkupa győztes, válogatott labdarúgó. Széki Attila mindössze 17 éves volt, amikor bemutatkozott az Újpest FC színeiben az élvonalban. Napjainkban Curtis néven ír és ad elő dalokat. Első ismertebb száma Anya Egyesületéről is szól, Újpest a negyedem címmel. Minden öreg fiúk meccs előtt a túlélés az elsődleges szempont. Nyilván szeretnénk nyerni, mert azért mi is megpróbáljuk a saját értékeinket azért úgy ápolni. De mivel látom, hogy milyen rengeteg néző és lelkes ultrák, és nyilván a hazaiak is nagyon motiváltak, nehéz feladatra számítunk, de azért igyekszünk győzelemmel ünnepelni a Komló 100 éves születésnapját. Stemmler Tibor nézőként jött el a mérkőzésre. A korábbi labdarúgó játszott Komlón és az Újpest színeiben is. Dárdai Pali bácsi itt dolgozott, az egy nagyon szép időszaka volt a klubnak, egyébként is különösen szerettem őt, Isten nyugosztálja, úgyhogy a Dárdai familiáit is letette a nevét. Itt is, a fontos, hogy itt is szeretik a sportot, a futballt, pláne látom, hogy új pályákat építettek, ez mindenképpen jó dolog. Kis Sándor is kíváncsi volt a mérkőzésre, aki komlói gólvágóból lett újpesti játékos. Én azt gondolom, hogy eléggé azért a két csapatnak a játékosai már ezer éve ismerik egymást, jó a hangulat, ráadásul tök érdekes, hogy a Kocsmár Zsoltinak a apukája játszik az ellenfél csapatban, akivel én is együtt játszottam, mármint a Zsoltival. Gyönyörű a környezet, én nagyon várom a mérkőzést. A találkozót a házigazdák kezdték jobban, és az első 20 perc után 3-1 állt az eredményjelzőn. Aztán a szünet után az újpestiek kerültek fölénybe, és Kovács Zoltán mesterhármasával fordítottak. Ambrus találatával felcsillant a remény az egyenlítésre, de Széki Attila mellkassal besodort gólja eldöntötte a sportszerű mérkőzést, amit 6-4-re a fővárosi alakulat nyert.